Az elmúlt időszakban a kistelepülési önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában jelentős segítséget nyújtott a Magyar Falu program. Az idén ez a lehetőség továbbra is adott lesz számukra, hiszen már az új év első napjaiban megjelentek az újabb kiírások. Ennek kapcsán az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települések élhetnek ezzel a lehetőséggel, mondta híradónknak dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Zemplén és Abaúj 95 települése jogosult, hogy pályázatot nyújtson be, és ez egy olyan sikerprogram, amely már szinte a választókerület minden településen szemmel látható eredményeket tud felmutatni. 2021-ben mintegy 2,2 milliárd forint gyors, egyszerű és a legfontosabb fejlesztésekre valódi megoldást hozó támogatást jelentett. Gyorsítunk. Az idén tehát 120 napról 90 napra csökkentjük a pályázatok elbírálásának az idejét. Ezzel együtt a 2022-es pályázati időszak több újdonságot is tartalmaz majd, tette hozzá az országgyűlési képviselő, kiemelve azt is, hogy ezeket a korábbiakban is és most is elsősorban a települések igényei szerint határozták meg. Többek között, tehát 2022-ben így lehet pályázni fogászati kezelőszékek beszerzésére, aztán művelődési házak, színpadoknak a rekonstrukciójához, kommunális járművek tárolására, szolgáló gépszín kialakítására, falusi bölcsödék, bölcsödei udvarok felújítására és csapadék elvizetési hálózatoknak a megvalósítására. 2019 óta a falvakban több mint 5,5 milliárd forintnyi támogatást vertek igénybe a helyi életminőség javítására. Így az elmúlt évben tehát 2,2 milliárd forint támogatás érkezett, és nagyon népszerű volt például a falubuszoknak a pályázata, mintegy 23 település nyert új falubuszt 300 millió forint értékben. A célunk nem más, mint a vidék, tehát Abaúj és Zemplén megerősítése, a kis falvakban élők életminőségének a javítása és a népességfogyás megállítása. Országosan idén mintegy 70 milliárd forint áll rendelkezésre, amely összeget további támogatási lehetőségek egészítenek ki, mondta Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője.